A gróf Eszterházy Múzeumban őrzött 19. századi tányér egykor egy kemény cserépből készült kézzel festett étkészlet része lehetett, mondta Huyber Edit történész. A tányér fő motívuma egy almafa ágon ülő kék cinke, a tányér szélén egy kék lepke, az ágak között pedig egy repülő bogár látható, egy idilli természeti életkép. Ugye a russzói Ki a szabadba elvnek a nyomdokán talán így kerül a naturalis mintáknak a megjelenése különböző dolgokban. Nem csak az épületen belülre hozzák be a növényeket, hanem a tányérakon, tárgyakon is megjelenik a természetnek különböző válfalai. A különböző aukciós oldalakon más hasonló motívumú tányérok is fellelhetők, mondta a történész, például vörös beggyel vagy épp vadvirágokkal díszített darabok. A múzeumi műtárgyon levő cégjelzés alapján egy csaknem 200 éve működő londoni kereskedőház révén kerülhetett a tányér az Eszterházyak tulajdonába. A John Mortlock cégnek a jelzése van rajta, és ők pedig egy ilyen gyarmatárú kereskedők, kimondottan kínai porcelánnal is foglalkoztak. Azon belül Anglia szerte is működtett, vagy a különböző manufaktúrák műhelyeit dolgoztatták, de vélhetően így a kínai mintakincs után nyúltak. A hónap műtárgya ingyenesen megtekinthető az Eszterházy kastélyban.